Sziasztok, itt újra lesz után. Folytatjuk a Phoenix Wright 5. epizódját. Tehát legutóbb a másik nyomozásnál hagytuk abba, amikor se fogtak egy állítólagos elkövetőt, aki egy vicces zsarú. Tehát a második peren már öt fogjuk kihallgatni, és ez is két részes lesz, egy korábbi és egy utóbbi tárgyalás. Úgyhogy lássuk. Február 24, 941 percet, 4 bíróság. Szóval mi gondolsz, mit szem van? Úgy tűnik, hogy a vádló ugyanolyan zavarodott, mint mi. Hát még mindig zavaros ez az egész. Hogy tudod, hogy hallhatod meg két helyen, egy ádva? A rendőrség nyomtalan. Felbüntetés. Hát de olyan sötét, mint ő. Hogy találtunk nyomot, hogy Jake Marshallról, méghozzá az új lenyomatát. Hogy megvédjük Lanát, meg kell gyorsítani Marshall őrmester. Tehát február 4-10 óra, 4 bíróság. 9 és tárgyalt el. Az ügyvéd készen áll. De azt most már nem mondja, hogy készen áll. Hát 30 percre telik elérni a rendőrséget az ügyészi irodány. Ez nem egyszerűs, hogy két helyen nőjenek meg valaki. Ez csak egy helyen lehetséges. De azt tudjuk, hogy a test eltűnt. És egy sörf kocsiában kötött ki. Tehát hívja az első szent tanút, aki nem más, mint egy gyanúsított. Még egyszer, az vicces zsor. Aki sokat uralmazik. Foglalkozás a gyilkos! Szívjál!
Ez nagyon hülye. Az utca két tücsik. Hát ez nagyon hülye. Milyen viselkedik. Tényleg hülye, egy pillanat. Ilyet jövök. Ilyet mondtad, hogy a ti miért csak mondod, hogy te vagy? Azt mondja, hogy gyilkos! Igen, uram? A bőndre adjon jelent. Tehát őt kell most kiadatni. Szóval azért hittek, hogy györködjön a bizonyíték szobában azon a napon. És egy gyanús alakot látott a biztonsági helyszínén. Én azt hittem, hogy elképesztek ki. Engem megtámadtad, életéig küzdtem, aztán én tettem. Aztán elájult. Amíg valaki fel nem ébresztette. Szóval megtámadtunk. Mondod, így mogtunk. Szóval a fejére verte. Eddig szűnt pontos ezt a holdét. Hold it! Tehát ő sem rendőrségi dolgozható. Szóval ő bére fel az újoncokat. Szóval ő vigyázott a King Bachelor-re. Szóval erre vigyázott, erre rossz arra. Ez fontos küldetés, igen. Hold it! De ahhoz, hogy bejusson a bizonyítékos helyszínre, szükségem volt Jánc ID kártyára. És volt neki egy. Tehát... Én most mondja meg a számát.
Tehát a következőzet a második szám Mass Edgeworth-é, a negyedik Bruce Goodman-é kéne, hogy legyen. Mike Meekins-é pedig kétszer van felmutatva. Tehát már csak egy név van, akiről nem tudjuk, hogy ki az. Tehát először volt itt, amikor még ott volt az a kék Badger. Másodszor meg akkor ekkor támadta meg. Tehát pontosan 5-14 volt akkoriban. Mi történt vele? Ez kés volt, kés! Szóval ki is szögezett rá. Meglepődött, ahogy ő is. Akkor reagált rá. Tehát átámad. És de megsértett a keze. Bepánikolt. Megkapta. Hold it! Hogy győzni te volna? De te nézed kung fu filmeket, te a harcod. Még próbálta valahogy megzetni a kését. Akkor már bizonyára a ruhája elvérezhetett. Tehát esetleg még ő állt nyerésre, és de aztán akkor levette ebbe valaki a pofáját, annak a biztos pofájunknak. Hold it. És mikor őt után felébredni? Honnan tudja, megsírt? Ő biztos 5-30-kor lehetett. Tehát feje ütötte. Örül, hogy feje. Mi volt a küldetése? A kék Badger volt a küldetése. Tehát ő küldte vissza ide. Na, te nem tudnál ki a könnyen, de ilyen. Ő lehetett az áldozat a rendőrségén? A cellájában volt egy videokazetta. Egy pillanat. Thank you.
Szóval a Gen küldte neki oda. Igen, ez egy videokazetta. Hát volt egy biztonsági kamera, ami tartalmazza a bizonyítékot. Azt mondták, hogy ezt már kutyolvették. De ezt vizuálni hiba lehetett. Azt lettem, hogy itt kiéték. És ehhez jó. Most meg kell nézni. Kérdezte a gyilkos szakszó. Ezt a púbos mi? Jó, most nézzük végig. Volt egy gyors alak, aztán jött Meekins. A gyors alak megtámadta. De Meekins alulmaradt. Tehát 14 és 15 között lehetett a dolog. Mind ugyanarra gondolom. De hogy fogunk erről gondoskodni? Tehát ott volt az a kék badger. Tehát ez is bizonyíték már. Tehát van bizonyíték, hogy valakivel találkozott. Tehát most a titulzatott ember legkezik. Hát azt nem lehet látni, ki volt az. De biztos volt benne egy detektív Goodman. Kinyitotta a szépjét. És abban volt az új lenyomata. Más nem nyithatta volna ki. Most még megint hangos. Mi ez az újra nyomatos dolog? Akinek van széfje, az újra nyomat aktiváló zárja van. Így tudják biztosítani, hogy hozzátartozik. Hold it! Honnan tudod ezt az információt? Legykákat hallott emberektől. De dolgozóknak
kafetériánál. Kiinformálták. A romantikus problémát is meghallgatták. Ez biztos, hogy Goodman-hez tartozott. Tehát az a nyitható. Call it! Most az ember arccal fog. Azt nem tudja, hogy miért fontos az ember arca. Az ugyanúgy a stimmelt számára. De is az ő kezében volt a kés. És szerint ez elég bizonyíték volna. És így van probléma ebben? Sajnos van. Tehát egy különös dolgot, két különös dolgot kell itt megtalálni. Mi eldúdáshoz. Hogy mégsem Goodman az illető. Éppen javaslatot tenni. Tehát ezt nyomozzuk ki ezt a kamerás dolgot. Ha találunk valamit rá, azonnal take that! Ez az első alkalom, hogy ilyet fog tenni. Tehát gyorsíthatom, visszaállíthatom, és meg is állíthatom. Hogy lehetett ez a vicces fickó rendőr egyáltalán? Bye. Stop! Erre kell a világításra kell menni és take that! Hát itt volna az a bizonyíték. Mi kényszerűen. Tehát úgy működnek ezek a széfek. De amikor nyitó... Amikor a szerkezethez érő, akkor a szenzor észreveszi az új lenyomatot. És hogyha egyezik... kinyílik az ajtó. Akkor van gond van azzal a képen. Nézzétek, hogy közelből még kellett erre mennem. Amikor kinyitná a széfet. Akkor most álljunk visszafelé. Látjátok a fényt? Az már nyitva volt. Tehát már azért itt volt, miért még hozzányúlhatott volna valami.
Hogy is folytogatja magát? Mi mit kéne csinálni? Tehát nem volt bezárva az ajtó. Elektronikus rendszer rendelkezik. De amikor becsukodik, azonnal automatikusan zárva lesz. Biztos meg volt törve. Itt van magyarázatom? Nem volt, miért nem volt bezárva az osztály? Mit gondolsz, Miss Tudományos Kutató? Ez ugye elmúlt elektronikus rendszer. Valami mást is át kell nézni. Tehát mást is meg kell találni. És még egyszer még így kell nézni. De mi okozta ezt? Máj. Co? Te ide! Tehát to a folytatás. Tehát itt leesett valami. Milyen? Valami fehér esett le a záró. Objection! Tehát a szenzor és az ajtó között bizonyára lehetett ott az a kesztyű. Mert biztosan kesztyű valamiféle gumiból. Mert a gumi nem veszedi az áramot. Tehát nem volt belül. Ez beleragadt a szenzor és az ajtó között. Szóval akkor mi lehetett benne? Valami inzulátor. Ragyanakszal. Ide is bizonyíték kell, hogy mi lehetett benne. A válasz ez. Tengel! Tehát igen, ez a kesztyű volt, ez a gumi kesztyű. És ezzel azt írja, hogy SL9 incidens. Tehát ezt a széfet még ő is ki tudta volna nyitni. Nem igaz? Yeah.
Csak egy újra egyszerűs dolgot említettem. Mert tehát még egy vonulás kiég. Tehát még egy erős kéri valamást. Egy dolog bizonyíthatja, hogy volt Goodman detektív. ID-kártya már ez egyik, akkor rekord is megjelenik. És akkor használhatta. Tehát látok, hogy 5.14-kor történhetett az eset, amikor az a bizonyíték is benne volt. Tehát speciális ügyekre használhatták fel. Extrém erőszakos ügyekre használták fel. Kivált egy bizonyítékot. Objection! Egy pillanat, még kínszom este. Nem vagyok jól a vállalkozásban. Most itt van az áldozatnak az ID-kártyája. A büntény helyszínén találta. Amikor azt mondtam büntény, akkor nem a rendőrséget céloztam, hanem a... nem az ügyészi iroda parkolójára. Még egy bizonyítékom is van. Ez is egy fontos nyom. Egy elveszett tárgyjelentés, ami félig van kész. Tehát Goodman detektív elveszíthette a büntényét. Tehát nem is használhatta azt a kártyát. Tehát nem Goodman detektív lehetett azért. Hát mivel ezt megfejtettük, sajnos ez még... ezzel sajnos elkövetett még egy aprócska hibát. Bravo! Azért vagy, hogy bravo. Tehát nem, de Goodman detektív rád szemben. Tehát nyitva volt ez a szép. És a szállatot elvesztette az ID-kártyáját. Ugye? Yeah.
lehet egy fontos köve befejezéshez érkeztünk, tehát hamis a bizonyíték. Tehát a gyilkosság is hamis. Tehát ez a kamera nem mutatja azon a gyilkosságot. Beismeri, hogy igaza van. Mert elfelejtett még egy valami. Tehát ott nem történhet egy klipot. Na Edwin! Na amikor elmagyarázta, hogy nem Goodman detektív volt ott, hát ott elismerte, hogy egy gyilkosság volt, aki az ügyészi iroda parkolójában lehetett. Tehát én még mindig ott tartunk, hogy Lenaszkája vádott a gyilkos. Tehát megint ugyanott tartunk, mint előző. Erről az apróságon bizony megfelelkezett. Hát ez bizony a csapda volt. De még néhány megválaszolt a kérdés ma továbbra is. Kivel találkozott Goodman? Sajnálatos módon, úgyhogy a halottat meg Goodman övezte, az a fontosabb idej. Na, most tenni kell valamit. Úgy... OBJECTION! Még valami. De majdnem a csap... ügyész csapdába estem. Csak egy dolgot bizonyítottam. Nem igazi gyilkosságot mutatja a videó. Találtak a bizonyítékos szobában egy véres ujjlenyomatot. Ezt is ki kell vizsgálni. Tehát még egy szemtanúra szükség van. Tehát nem tud egy tanultakozni ide. Tehát itt a lehetőség bevette a titkos fegyvert. A texasi kopót. Valaki, aki többet tudhat erről az egész. Azt gondolja, hogy így kapvaj! Take that! Tehát Jake Marshall kellene kihallgatni a következő tárgyaláson. Tehát a másik benne második PC-ben. Tehát ő a
biztonsági szoba a vezetője. Meg kell hallgatnunk őt, de nem mondhatjuk meg miért. De egyezik ebbe. Tehát 30 perc szünetet tartanak. Tehát újabb szünetet tartanak. Február 24, 11 óra 32 perc, 4 bíróság. Nem állt le, ugye? Hogy érted? Jake Marshallt hívtad ide. Úgy tényleg mindent elgondoltál. De ezek szerint még nem. Te vagy az, aki mindent tud. Nem van. Te tudsz mindent. Miért nem mondod el? Mr. Vata legnehezebb módon próbál megvédeni. Nem mondtam, hogy védjen meg. Hogy lesz ennyi hideg? Nem bízol bennünk? Vagy nem bízol benne? Remélem nem zavartak meg benneteket, vajtársuk. Talán igen, majd visszatérek. Gumshoe Detective, mi az? Érdeklődött, amit kértem? Tehát szóval ezek az esekénc fájlok. Tehát ez hozzáadódik a bizonyítékhoz. Jobb volna ezeket elolvasni. Ez se hiszi, hogy az ügyészetén lett abban az ügyben tanul. Tehát ő volt akkor még a tan. De most tudd meg valamit te. Miért van Emma neve az esélykényszerben benne? Valamilyen nem emlékszik bizonyára. Tehát most említik meg Joe Dark gyilkosságát. Hogy hányakat gyilkolt meg azok gyerek. Erre Emma elrohan. Jake Marshall, Angel, Star, Damon, Gant, Mars, Edgeworth, Lana és Emma. Ezek mind tanult voltak. Tehát minden jogban feltett ebben az ügyben közel. Ez nem lehet véletlen. Itt az ide visszatérni a felbe. Sok szentség. Ez jobban elolvasni. Jobban. Folytatjuk. Jó van srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra. Lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitteren és figyeljétek a weboldalam is. Tehát legközelebb
A Texas Cobalt fogom kihallgatni, de egy különleges bemutatót fogok akkor majd tartani. Egy hülyén fog hangzani, de más úgyse tenni meg a világon. Úgyhogy innen fogjuk folytatni legközelebb. Sziasztok!